nekünk jóból és rosszból egyaránt bőven. Mi mindent kipróbáltunk, amit szabad és amit nem régen. Túl korán másztunk le a falvédőre. Tos a fogot kaptunk pasiktól és nőktől. Hadd legyen végre, amit akarunk, hadd jöjjön végre, amit várunk. Nem lehet minden olyan egyforma jó. Yeah, yeah, yeah. Jól aludtál. A lehetőségekhez képest. Készítettem neked... Jaj, de jó élet ki van, akkor tegyél vele két cukrot, tejbort, jó? Mert úgy szeretem, de legyen nagyon fekete. De Jucsus... Cukorral szeretem, három cukrot tegyél bele ma, és legyen ott a tejszínhab, jó sok. Három cukorral? Három cukor... Igen. Tejpor... Tejszínhab... Ahogy gondolod, ízlések és pofonok. Na, hogyan utál? Körülményekhez képest jó, csak erősen oda kellett magad kötözni az ágyhoz. Hát én is megkértem Jucsus, hogy kötözzen az ágyhoz, erre azt mondta, fúj! Ja, ha nekem minden nap magával kellene aludnom, én is gyakran használnám ezt a szót. Jaj, Ernőkén, na, készen van a reggel. Készen legyen, parancsolj. Jó étvágyat, amíg meleg. Hát, amit kértél, drágám, sonkás tojás, azt csináltam neked, hát kérted, hogy cukor, tejkor, meg tejszínhab. És a kávé. Hát én azt hittem, hogy te így szereted még csak. Hét óra, rendelet, mindenki a helyre. Ez iszonyú. Nem ez volt iszonyú, hanem a győri gyors, amelyik a Schulderc szállította. Ez a pécsi Intercity volt, ez könnyebb, de hát sokkal gyorsabban. Így megy el. Mi van, nem akkor megtanultam menet lenne? Nézzed, Pál, alkalmazkodj ki az új helyzetek, ezért ezt megtanultam már a hadseregben. Most új világban élünk. Megkészül a déli pályaudvar elkerülő pályája, ott és addig erre járnak a vonatok. Istenem, el kell viselni, egész egyszerűen tűrnünk kell, tűrni. No, mondjál, van még annyi idő, hogy megnézem a híreket? 26 perc, hogy jön a Lehár Express. Van, nyugodtan kapcsolatban. Nincs kár ezért, mert... És most hírek külföldről. Harmadik napja tart a vérengzés, porrongás és a terror Jalalabadban. Jamir tábornok szabad csapataival elfoglalta a fővárost, megszállta Zamir sejknek, a törvényes uralkodónak palotáját, és foglyul ejtette magát a sejket. A sejk a hatalomátvétel előtt NATO hadtesteket hívott az országba, hogy megakadályozza Jamir tábornok készülő felkelését. A katonai szervezet még nem döntött, hogy beavatkozik-e az afrikai ország belügyeibe. Na tessék, NATO segítség! Ez hiányzik még nekünk. Szegény hazánk fiai menetelhetnek a sivatag közepén, mint Tusko Hopkins. Hát csak nem vonul be a NATO, hát már eddig megúsztam. Ugye, Jucsus, nekem nem, de, nem kell bevonulnom. De, hogy ez szó se lehet. Ugye most már menned kell. Látod azért, milyen jó ebben az új helyzetben ez, hogyha nem jön a busz, akkor bármelyik vonattal bemehetsz a nyugatig. Urrá, szervusz, drágám. Nagyon jó ez az új helyzet. Keszhelyi személlyel beérek a nyugatiba. Jucsus, ennőket tényleg attól ideges, hogy behívják katonának egy ilyen klatcsot. Hát tudod, ezt nem lenne szabad, elmondom neked, Pál, de mégis megteszem, mert te mindig lenézed Ernőkét. Ernőke most felderítő hadnagy szeret le a hadseregtől, és ő volt a legjobb felderítő tiszt a különleges alakulatban, és meg is tartották tartalékos tiszti állományban, tudod? Igen? És azt jelenti, hogy adott esetben, ha úgy adódik, akkor Ernőkét... elhívják Jalalabadba, Afrika közepére, ahol elviselhetetlen a forróság, és ahol a hírek üvöltöznek. Hát igen, valószínűleg az első között lenne, de hát erről manapság nincsen szó, mert csak
hivatásosokat hívnak be. Hát élvezd a szabadnapodat, Palika, majd délután találkozunk. Ahol elviselhetetlen a forróság. Nagyon. Ha legalább pontos lenne. Ha? Gyere már! Sanyi, van a pontosabb, mint a Kossuth. Itt is várjuk ma ide. Nem, a Kossuth Lajos nem ér rá, jelenleg Debrecen fele tart. Ja, akkor jó, mert állítólag a bizalmas dolgokat akar nekem mondani. Igen, jöjjön! Megszereztem mindent, amit kér. Nagyon jó! Földgömb, lehetsz, horgász volt, úgy, ahogy van. Na, nézzük, mi van? Sanyikám! Konyharuha, kiváló, kiváló. Ez az, hálói. Remek, ahogy kell. Kötél. Isteni. Ez, zubbony, alsó és felső rész. Jajajó. Milyen vagyok. Isten, egyenruha. Az is van. De a Gyumoka öcsém, aki a vasútnál dolgozik, nagyon kényes arra, hogy makulátlan legyen az egyenruhája. Vasúti, mindegy, jó, vasúti. Milyen? Ez a nadrág, ez biztos, hogy jó, mert ez a része így mondjuk ez rendben van, de ez olyan bermudás, nem? Az unokaöcsém régen látóér volt, akkor vitte el a vonat a lábát. Az új bakter egyenruhát meg eleve ilyenre készítette. Elegánsabb, mint a ziherejsel feltűzött, nem? De, Sanyi! Nem tűnt fel magának, hogy nekem két lábam van, kettő, és viszonylag egyforma? Hát, mert szerzek egy gumicsizmát. Úgyis jelmezbálba megy, nem? Nem, Sanyi. Na jó, muszáj, beavassam a terveimbe. Sanyi, üljön le! Ez szigorúan titkos. Sanyi! Ernővel, mint tartalékos, felderítő hadnaggyal, el kell hitessük, hogy azonnali hatállyal elküldték őt Zsálávaládba, Afrikába. A választ az elnövöldözés, a sejket bezárták a saját palotájába. Oda. Én. És figyelj, mint Ernő felettese, hozok neki egy parancsot, hogy azonnali hatállyal titkos küldetésbe induljon Afrikába. Csak eltenik, ráijesztünk egy kicsit. Na, menjünk már, Gyuszi már vár. Na, hogy kerül a képbe a Gyuszi? Nem baj, legalább leverünk egy fröcsit. Pakol! Megvan minden? Egyenruha! Hozz az egyenruha! Menjünk már, Sanyi, ma vár a Gyuszi! A Gyuszi! Menjünk! Óriási! Sanyi, vár a Gyuszi! Ilyenkor senki nem iszik. És az a sarokba. Az én törzs vendégem. Miután nyitottam, itt áll. Kért egy fröccsöt, azóta hozzá se nyúl. Két hete áll. Ha a pia egy kicsit is eltűnik, vagy felszívódik, már töltöm is neki. Adjál két kis fröccsöt. Igen, jó. Én is kettő. Jó. Fröccsöntöm. Igen. Hova az a vörös pincércső, akit a múltkor fölvettünk? A pica, hol a túlóban lenne? Itt van. Oké, akkor. Szóljál neki, jó? Addig mi kipakolunk. Jó. Sanyi, jöjj! Gyuszi bácsi olyan szokatlan így felöltözve, hát nem látszik ki semmi. Palika bácsi külön borra valót ígért. Gyönyörű vagy, látod? Lehet így is kinézni. Nézd a Katica, gyönyörű Katica, puszika, egyenlőre, odáll, Katica. Jó, Gyuszika!
idehoz. Igen. Gyuszika szépen felöltözik, és megígérem neki, hogy legközelebb itt tartjuk a taxisban. Jó, de Palika, azért nem kéne elfelejteni, hogy én egy egyszerű csakos vagyok, csak aki... Aki bizonyos átváltozások után úgy néz majd ki, mint egy olajsány. Hát ne beszéljünk többet. Sanyi! Tessék! Itt van! Zubany! Sanyarulá! És kap egy napszemüveget. Gyerünk! Mindenki! Öltözni! Öltözni! Katica! Jön a gyönyörű Katica! Ide! Leül a gyönyörű Katica! És... Megírja a Pali bácsi, Katicának a szöveget, jó lesz? Így lesz a Katica! Így lesz a Katica! Na, utolsó simításuk, nézzük! Nézzük! Jó van, rendben van! Jó lesz, szakáll, rendben van! Katica, édes, tehetséges, ügyes, jó van, jó van, jó van! Sanyi, Sanyi, Sanyi! És így beljebb azt a földről, így! Jó lesz, minden jó van, semmi izgalom! Na, tessék, figyelem! Felvétel, indul! Tessék! Olvasni, Pál, hát mi ez a hülyeség? Hát nem azzal kell foglalkozni! Azzal kell foglalkozni, ami oda van írva! Azt kell felolvasni! Ha micsoda beszéd azt! Tessék rendesen csinálni! Oda van írva! Na hát! Figyelj! Felvétel! Tess! Megszakítjuk adásunkat, hogy beszámoljunk a legfrissebb Jalalabadi események. Lassan itt az idő. Igen. Keszthelyi személy. Lassan itt van Ernőke. Pont itt kezdték. Gyors ritmusát kaptam el. Hét emeletet zuhantam a liftben. De gondolom Ernőke magát az ilyen vészhelyzetekre kiképezték. Bizony. Régi szép időkben. De milyen vészhelyzetekben? Ne, rájtsuk. Tévét nézem, hogy állom a háború. A háború? Ne idegesítsem már. Csak a tévét néztem. Honnan jutott eszembe? Folyton a forrongás, a háború. Ugye át? Szakítjuk adásunkat. Beszámoljunk a legfrissebb Jalalabadi eseményekről. Zamir Sejk életben van. Adta tudtul Jamir tábornok katonai kormányának sajtóreferensre. NATO katonai szakértők szerint egy elit egység megkísérelheti kiszabadítani a Sejket. Annyit sikerült megtudnunk, hogy az akció feltehetőleg a halálugrás fedőnevet fogja viselni, amit magyar katonák hajtanak végre. És most néhány kép Jalalabadból. Hallotta? Ugye? Hallotta? Magyarokat! Magyarokat! Hát, persze, ugye, nem engem. Én a Dunai flotilánál voltam. Ott meg ugye semmi víz nincs. Nagyon nagy szerencsé, nem voltam felderítő. Először ugye őket dobják be, a felderítőket. És kiket? Az idősebbeket, ugye? A tapasztaltabbak. Sir, rossz rágondolni. Na, megyek, kicsit szundítok, mert este lesz egy buli. Menjünk le a harangkal egy kicsit dajdajozni. Egyébként Ernő magára is ráférne, mert rettenetes bőrben van. Rettenetes bőrben. Kossuth Lajos, azt üzentem, elfogyott a regimentem, amíg egyszer mindnyájunknak eltölt. Szervus,
Szernőkém. Szernőke? Hát miért öltöztél fel te egyenruhába? Jusszus, légy erős, aggasztó hírek érkeztek. Magyar speciális felderítő csapatot küldenek Jalalabadba, és hát tartalékos. Hőhadrendnek úgy érzem, mennem. Hát ez nem lehet. Hát ez biztos a Palika a hülye vicce. Nem Palika hülye vicce. Ezt bemondta a televízió. Ó, Erdőké. Isten. Biztos vagyok benne, hogy neked menned kell, te menni fogsz is. És mindenütt megállod. Na de nézd, Ernő, én nem hiszem, hogy egy ilyen korosodó opsítóst, egy ilyen derék embert így behívnának még egyszer bárhova is bevetni. Hát nem, van nekik elég sok normális emberük. Igen, Jucus, csak ez a bizonytalanság. Én minden esetre előkészítettem a mellett felszerelésem. Nem is vettem fel. Ez a bizonytalanság. Hidd el, ez a legrosszabb. Tudod, hogy mit kell csinálni? Egyszerűen fölhívod a parancsnokodat, aki ilyen döntésekben illetékes. Van ilyen? Ezt nem mondtam. De nincsen semmi. De? Igen. Te fölhívod a parancsnokodat, és megtudod, mi a harci helyzet. Kis fősöm. De tudod, hogy én ezt beviszem a kölcsönzőbe. Ez annyira jó. Ez biztos tetszik valakinek. Nagyon jó kis dolog. Jó, jel. Itt a 1273-as felderítő főhadnagy. Kód, Gamma, Delta, Bravo, Charlie. A parancsokat kérem az Alpha, Detroit, Zero biztonsági vonalon. Jelszó? A jelszó. A sas lecsap a menyére. Menyétre. Igen. Várok. Hogy bevetése van? Ugrásra készen az Omega Delta Weber vonalon? Akkor kérdezzem meg, hogy az oroszlánnak ugrania kell-e, amikor az antilop átmegy a zebrán? Értettem. Rendben. Kihasználta a kódot. Ki maga? Nem ismer meg? Nem. Akarjon. A parancsnok száll a segítségére. Jelszó, a sas lecsap a menyére. Menyétre. Parancsnok nem tudott jönni. Engem küldött. Szigorúan bizalmas. Maga a 72, 34, alfa, béta, gamma, delta, illés, omega, metro, LVT, Charlie, azonosító, kódjelű, felderítő, hadnagy? Igen. Igen? Igen. Akkor ez itt most magának szól. Olvass el, de csak ha elmentem. Az oroszlánnak ugrania kell, de csak akkor, ha az antilop átmegy a zebrán. Amíg van lócitrom, verém is lesz. Ez így van. Anyám,
Látsz engem vidéken? Ernőke, Ernőke, már fönn vagy, hiszen nem is mész dolgozni. De Jucus, a munka csak most kezdődik. Parancsot kaptam, de nem mondhatom el neked, mert titok. Katonai titok. Az oroszlán ugrani készül, a rénszarvas megcsúszott a havon. A sasnak elmúlt a tériszonya, a tejének elapadt. És mikor indul? Ne kérdezz! Nem mondhatom el! Ma délben 12-kor. Miután normális körülmények között nem mehetek, a sarki kocsmába fognak fölvenni. A kocsmáros be van avatva. Összement. A felderítés egyik kicsit. Én várok rá. Várok rá. Egész életemben vártam, és tudod megint. És én várok. És én várok. Gyalábad! Jön! Jussika! Igen? Jussika! Megvan a doboz, amit kértem? Ott van. Nagyon jó. Ebbe jött a hűtőgép. Csak még egy kicsit megspéciztem, ahogy kérted. Jó, remek, jó. Hozzá egy üveg viszkit, jó, egy pár pohára. Jól néz ki. Hello, Gyula. Hello. Hajka. Itt lesz a busi buli. Itt lesz, Hanyikám megvette a bélyegeket? Persze, jön nekem 30 000 forinttal. 100 kiló ilyen messzire. Sanyi, ez a buli minden pénzt megér. Címzés? Persze, az is itt van. Te. Na, na jó, helyes. Jó, munkára fel. Na, maga meg. Ragazgass a bélyeget. Sanyi, Pál, Mabuki, tudunk mindent. Illetve tudjuk, Ernő, hogy maga hosszú útra készül. Búcsúztatni jöttünk, Ernő, hazánk hősfiát, aki nem riad vissza a megpróbáltatásoktól, hogy hallatlan dicsőséget szerezzen kis hazánk. Akár envére kioltásával is. Istenem, hogy milyen szépen beszél. Nagyon szép volt. Semmit. Semmit, Ernő, hiszen a tettei önmagukért beszélnek. És ha nem jönne vissza, mert ilyen előfordult már a világtörténelemben, akkor gondoljon arra, és vigasztalja az a tudat, hogy mi örökre emlékezni fogunk. Ernő, meggondoltam magam. Mégsem engedlek el. Nem, kislány. Parancs az parancs, de ígérem, visszajövök. Aztán elmegyünk csak mi ketten, Londonba. Megnézzük az Eiffel-tornyot. Aztán utána rögtön Fonyód Béla telepre. Kéz a kézben, csak mi ketten járunk egyet a vízen. Járunk elünk. A gatyájába ott befröccsen a homok, amikor viszkotjuk. Indulnak kell. De hát tudom, hogy... Igen. Ernő Hadnagy! Üdvözlöm Önt! A parancsnokság nevében a halálugrása semmibe expedíció tagjaként. A nevem... kódnevem Johnny Walker Whisker. Az elhárítás vezérezredese vagyok. A jelszó... a sas lecsap a mennyére. Mennyére, bocsánat! Hordolt információt. A görény kijött a lyukból, a gazella szellentett, az oroszlán szája tátva, és a kengurut elütötte egy turistabusz. Ön ebben a ládában utazik, mint podgyász, Jalalabadban. Feltehetőleg már az összekötő várja. Feladat? Bejut a palotába,
kimenti a sejket, a tábornokok és a szabad csapatok fogságából, kiszökik az országból, a sejkkel együtt természetesen, és majd a főhadiszálláson találkozunk. Leléphet! Akarom mondani, beléphet! De hogyan? Ebben a ládában, ott a fogában. Aha! Ez egy luxus láda, Ernő. Hogy van benne tévé, hűtőgép, légkondicionáló, szellőző és egy szívószál. A koktélokhoz? Nem! Azért, hogy Ernő kapjon levegőt, akár James Bond. Ha, remek, remek! Akkor erre kocincs! Igen. Ernő, egy pillanat. Hát akkor ígyunk arra, hogy Ernő épségben és egészségben tér vissza a lázadók vérszomjas karmai közül. Oh. Hát akkor ezzel megvolnánk. Már egy hónapja, hogy elment, és meg sem hír róla. Józsuskám, te mint hadiőz vagy, azon mondani, hátrahagyott kedves. Pontosan tudhatnád, hogy ezek az akciók teljes titoktartás mellett zajlanak. Ki tudja, talán majd egyszer kapsz egy átjuggatott zubbony. Esetleg elküldik Ernőke karórájába. Megszakítjuk műsorunkat, hogy egy szenzációs hírrel szolgáljunk. Szenglovszky Ernő, a felderítés tartalékos főhadnagya hihetetlen bátorságról és önfeláldozásról tett tanúbizonyságot, amikor 30 nappal ezelőtt magányos akcióhősként becsempészte magát a megszállt Dzsalahalabadba. Ott bejutott a palotába, kiszabadította Jamil sejket a lázadó tábornok karmai közül. Szenglovszky ezredesi rangban tért már haza a sejk oldalán, aki hazája Dzsalaha rendjének tiszti keresztjét adományozta a hősnek, méghozzá a Dzsalahalabad helyettesítve. Hadd, Jucus, majd én fölveszem. Hadd. Halló? A nevem Ernő? Szenglovszky Ernő. Igen, felség? Igen. Csak igen, felség? Azonnal indulok. Hát, Jucus, mennem kell. Hív a kötelesség. Végérem, hamarosan visszatérek. Pál, készítsen nekem addig egy martinit vodkával. De ne rázzak fel, hanem keverje.